traktor közlekedik a Téglási úton. Mintegy 850 méternyi szakaszon stabilizálták az utat az elmúlt időszakban. Ez volt a témája annak a sajtótájékoztatónak, amelyet október 13-án tartottak a helyszínen. Kis Attila polgármester elmondta, mintegy 20 cm vastagságban zúzott kővel borították a földutat. Céljuk, hogy a város külső területein is újuljanak meg utak. Ez ráadásul kiemelt jelentőségű, mert a Hatházi út tehermentesítésében is fontos szerepet játszik a munkagépek és a kerékpáros közlekedés tekintetében is. A városvezetés terve, hogy 2023-ban ez az út egészen a Bocskai szőlőskertig megújulhasson. Fóris László alpolgármester hozzátette, még napjainkban is sokan használják a szőlőskerteket, és kiemelt jelentőségű, hogy a közlekedők biztonságosan juthassanak el a családi éléskamrához. Sűrés István alpolgármester megfogalmazta, mintegy 700 kilométernyi földúttal rendelkezik Böszörmény, és a település számára ezek rendbetétele és karbantartása folyamatos kihívás. Ezt segítette most a Start munkaprogramban kiírt pályázat is. Molnár Imre, a településrész képviselője köszönetét fejezte ki az út rendbetétele okán, amely több kertészeti vállalkozásnak is megkönnyíti az eljutást a telephelyükre. Ifjabb Molnár Imre csoportvezető, műszaki szakember ezt követően, amint egy 10 milliós bekerülési költségű fejlesztés tartalmi elemeit ismertette. Közismert, hogy a Hatházi utca az egy nagyon túlterhelt forgalmi szempontból túlterhelt útszakasz, nagyon sokan járnak, nem is jó minőségű, bár egyébként köztudott, vagy legalábbis remélem, hogy sokan tudják, hogy a felújítása jövőre reméljük, hogy megvalósul, illetve kerékpár útszakaszt is akarunk itt kiépíteni egyelőre a tábláig, a városi beltöltetett jelzőtábláig, de pontosan annak a tehermentesítése, vagy egy alternatív útvonal kialakítása miatt itt a Téglási utat is végig gondoltuk, hogy hasznos lenne rendbe rakni. Eddig ugye földút volt. Nagyon nehezen lehetett közlekedni, hát különösen esős téli időszakban, vagy olyan időszakban, amikor sok csapadék volt, akkor szinte lehetetlen volt, és ezért is nagyon örülök annak, hogy egy 850 méteres, majdnem egy kilométer hosszan megépítettük ezt a szakaszt. Ez tulajdonképpen az Újfehértói utcai első nagy kanyar bekötő útjával egy vonalban van nagyjából. Addig most már jó minőségű úton tudunk közlekedni, vagy tudnak közlekedni, akik a szőlőskertekbe, vagy bármilyen ilyen irányba akarnak menni, és terveink szerint szeretnénk folytatni jövőre ennek az útnak a fejlesztését. A Start munkaprogramból, az idei Start munkaprogramból tudtuk ezt kialakítani, mintegy 10 millió forint értékben. Nagyon örülök annak, hogy a dőli utakat tudjuk fejleszteni, és innen is üzenem azoknak, akik kárognak, hogy csak a belvárosi belső részeket fejleszti a város, hogy ez nem föltétlenül a belváros, a város külterületi helye, ez már nem is lakott terület, és itt is fejlesztünk, a jövőben is fogunk ezeken a területeken fejleszteni, és ahogy itt, amióta itt állunk egy negyed órája, több autó, mezőgazdasági gépjármű, éppen most egy kerékpáros, sok mindenki közlekedik ezen az úton, tehát én látom, hogy az emberek örülnek neki.